A Tamási Tolna vármegyei szakképzési centrum Vályi Péter szakképzőiskola és kollégium idén immár negyedik alkalommal rendezi meg 3D robot olimpia és 3D nyomtatás táborát. Kurzusonként 14 főt várnak majd július első három hetében. Két fő tematika irányában megy el a 3D táborunk. Az egyik az a 3D tervezés és a 3D nyomtatás, a másik pedig a robotika, robotprogramozás, robotépítés. De mindemellett ezeket a programokat kiegészítjük, akár lézervágás, lézergravírozás, drónok reptetése, programozható robotkaroknak a bemutatása, 3D szkennelés, különböző 3D nyomtatási eljárások, sőt még az ételnyomtatót is kipróbálhatják a tanulók. A 3D tervezés során a tanulók különböző modelleket készítenek el, melyeket aztán kinyomtatnak és hazavihetnek. A robotikában pedig LEGO robotokat programoznak. Egy úgynevezett EV3-as LEGO robotot, ahol van egy központi tégla, a központi téglára építjük fel gyakorlatilag a robotot. A robotoknak ugye vannak érzékelőik, és vannak különböző mozgató egységeik, tengelyek, motorok, amelyekkel ugye az egyes részeket tudjuk a szenzorok adatai alapján vezérelni. Első alkalommal hirdetett nyári tábort a Szekszárdi Bezerédi István Technikum. Ők az interaktív szakma bemutatók mellett számos más programmal készülnek június 24-e és 28-a között. Lesz sárkányhajózás, lesz ijászkodás, lesz kutya bemutató, kézműveskedünk a gyerekekkel, szabadulószoba, lesz e-sport, és akkor a hetet pedig egy habpartival fogjuk zárni. Tehát nem csak az intézményi falain belül tölthetik el az időt az általános iskolások, hanem azon kívül is. A Szekszárdi Hunyadi Mátyás vendéglátó iskola pedig séftáborral készül, amit szintén először rendeznek meg. Ez a séftábor, ugyan a neve azt mondja, hogy csak szakács témában fog működni, azonban nagyon sok lehetőséget kínál, nem csak a szakmában, de ezen kívüli foglalkozásokban is. Fognak a gyerekek várost látogatni, logikai feladatok lesznek, sportfeladatok lesznek, egy szóval az oktatóink nagyon széles skálán készülnek feladatokkal. A főzés fortéjait sajátítják majd el a táborozó általános iskolások különböző napi feladatokon keresztül. Az igazi nagy programot azt csütörtök délutánra tartogatjuk. Eddigre a tanulók már egy kicsit belerázódnak a főzés rejtelmeibe, és egy délutáni piknik keretein belül megvendégelhetik szüleiket a saját maguk által készített ételekkel. A gyerekek többek között szendvicseket és meleg ételeket is készítenek majd.